Hellosztok és köszöntök szépen mindenkit újra a Hardcore sorozatunk következő részével, és bevallom, talán még egyszer sem paráztam ennyire rész előtt, mint most, ugyanis elérkeztünk a Wither boss fighthoz, szóval valószínűleg át fogunk látogatni a Netherbe és megidézni ott a Witherünket, és remélhetőleg még ebben az epizódban ki is nyifandani. Igyekeztem felkészülni rá, meg szerencsére itt is ugyanúgy, mint a Space Dragons-os epizódban sikerült felkészülnöm most is rész előtt egy csomó mindennel. Ugyanis az előző részben ígértem nektek, hogy lesz egy kis tetőátalakítás, tehát befejezem a tetőzést. Most abban a tetőátalakításban képzétek, majdnem egy teljes házátalakítás lett, de úgy belendültem az építésbe, hogy látjátok, elég sok minden változott. Na most alszok egyet, és aztán körömmutogatom, hogy mikre haladtunk itt a felszínen, aztán rátérünk a Wither-ös előkészületekre, és utána pedig a Wither boss harcra. Szóval köszönök szépen itt újra mindenkit. Kinek hogy tetszett a mai Space Dragons-os epizód? Ugyanis az is pont most ment ki. Ki jött esetleg onnan, ki az, aki csak tudja, hogy van itt egy ilyen Facebookos stream menetrend, és esetleg mondjuk a banner képből tájékozódott, ugyanis ugye ott is ki volt írva, hogy ma hardcore stream lesz, ráadásul Wither boss fight-tal. Szóval igen, a helyzet az, hogy kicsit megváltozott, látjátok, a házunk. Csináltam neki egy ilyen kis előteret, ott felfutott valami kis indasor, csak azért, hogy mivel nem túl szimmetrikus volt, ugye a hozzátoldás miatt ne legyen annyira zavaró, tettem ide egy ilyen kisebb tavat. És igazából ennyi, ja, meg talán ugye még itt ez a feljáró a kis teraszra, ez változott meg. A tetőzése, mint látjátok, továbbra sincsen teljesen kész, szóval az még úgy hátra van, de ezt majd befejezzük valamelyik streamben. Ide tettem egy ilyen kis helyet a kóbornak, szóval kedves kis kóborló, most már végre neki is lesz egy helye itt a házban. Hát tudom, nem túl nagy, de ennyit kapott, mert hát összesen erre volt kapacitásom, hogy ezt megcsináljam neki. Szóval igen, így néz ki körbe a házunk, és még azért ez még alakul. Na hát köszönöm szépen egyébként közben a csillagokat, na hát, tök sokan itt vagyunk először is. Bennetnek első alkalommal, hajrá Witherhez is, boldog karácsony, köszönöm szépen, és nektek is, hajrá Wither bosshoz, meg ne halljál, jaj, tudom, hogy sikerülni fog, köszönöm szépen Zolinak, Daninak és Zolinak is, sok szerencsét a harchoz, hát köszönöm szépen, szurkoljatok emberek, na most lehet írni a csetben, most nyugodtan, tehát itt most nekem kell egy kis szurkolás, ugyanis tényleg parázok egy picit, hogy nem lesz meg. Bár azért valamennyire összekészültem. Ha megfigyelitek, akkor áthelyeztem ezt a potion főző állványt erre a részre, ugye ez eddig itt volt, csak mivel itt most már megint egy kicsit átalakultak a dolgok, itt nézett ki úgy, hogy szimmetrikus is legyen, meg amúgy itt több hely is van neki. A potik azok változatlanok, annyi, hogy készítettem még a Night Vision-t, ezt is javasoltátok az előző stream alatt, itt vannak a potihoz kellő tudszok, és a három Wither koponya. Tehát ezt már magamhoz is veszem, és akkor ezt most, hát ezt már lehetne vinni, hogy megépítsük a Wither boss fightot. Igazából ezeket szeretném magamhoz vinni, de nyugodtan, ha bármi tippetek, ötletetek, praktikátok van a Wither harca, azt még most írjátok meg, és akkor utána pedig neki látunk is, jó, és akkor megpróbáljuk legyőzni. Szóval a jelenlegi lootom hozzá regeneráció, abból 3, erő 2, abból 3, erő 2-3, na mindegy, szóval értitek, fire resistance, hát ebből elég csak egy, mert ez 8 percig tart, és egy night vision plusz, a cuccainkon ezek az enchantok vannak, hát marra sokat kereskedtem, tehát hát ugye megcsináltuk ezeket az NPC-ket itt a házunk másik oldaláról, és hát velük most már akkor lehet bővséggel kereskedni, adogatni a adogatják nekünk az enchanting bookokat, szóval, na igen, ezt a részét fogom még majd befejezni valamikor, itt ez a tetőzés tökre félbe maradt. Szóval, ha megnézzük, akkor most már olyan durván elszaporodtak, hogy szinte rossz rájuk nézni. Ja, nincs a fall damage-em, vagy csak így kicsit így laggolok. Várj, viszont kipróbálom még egyszer. Mi van a fall damage-emmel? Na, azért szuper. Nem tudom, miért nem sebződtem. Szóval igen, nos, hát elszaporodtak, de durván, tehát, és mindenféle enchanting bookokat adnak. Ugye a protection-tól kezdve mindenfélét bevásároltam náluk, és hát itt az idő, hogy akkor ezeket most végre használjuk is a gyakorlatban, felszerelkeztem a ruhára. Vasgólem, mert is lehet, meg tudom, hogy, na most több taktika is van egyébként erre a Wither boss fight-ra, lehet, hogy a vasgólemeket is be lehetne fogni, hogy támadják. Tudom, hogy vannak, akik a méhekkel szedik szét. Tudjátok, bezárják őket egy helyre, és méhekkel szétszedik. Van, aki bányában építi meg, és ott próbálja szétszedni. Van, aki megfogja, és megcsinálja úgy, hogy a Nethernek a tetején, mi is ilyenek leszünk, most a Nethernek a tetején fogjuk megidézni, mert úgy nem teljesen a tetején, hogy a bedrock fölött, hanem a bedrock alatt egy kicsivel, hogy beakadjon, ne nagyon tudjon felrepülni, és ehhez kell nekünk még obszidián, ne nagyon tudjon széttörni blokkokat. Még amúgy le is mehetnék szedni egy kis obszidiánt. Ja, és egy dolog van hátra, igen, amit most írtátok, és köszönöm szépen a tippet, az a Totem of Undying. Ez az egyetlen olyan dolog, amit még nem szedtem össze, és nem ártana egy boss fighthoz, tehát ebben teljesen igazatok van. De nagyon macerás megtalálni egy olyan
olyan mansion, amiben Totem of Undying-okat lehet találni, úgyhogy most még Totem of Undying nélkül megyünk, de következő bossra, ugye a másik bossra a játékban, az pedig a Dragon, oda mindenféleképpen szeretnék szerezni a Totem of Undying-ot. Pajzsot is vigyél, azt is köszönöm szépen, mint tip, illetve köszönöm szépen a megosztásokat, királyok vagytok, srácok, például látom most Robinak, ja, Annának, Norbertnek még a csillagokat, ja, szóval király, király, király. Nos, hát akkor lejöttünk még egy kis obszidiántot bányászni. De tényleg csak egy keveset, amennyire most éppen is szükségünk lehet. És akkor ez lesz itt az alapzata. Ekköré, vagy ezzel szeretném beszorítani, hogy a Nethernek a tetejéhez érjen hozzá az a átkozott Wither boss. Wither skeleton boss, vagy csak simán Wither boss? Na mindenesetre igen, aztán majd megnézzük, hogy mennyire lesz ez így nehéz. Lehet, hogy el kell menekülni, lehet, hogy tehát ilyen többfordulós küzdelem lesz. Az is lehet, hogy elsőre összejön, és akkor lehet, hogy megidézzük még egyszer. Attól függ, hogy mennyi időnk és hogyan lesz ebben a streamben. Ha legyőztük egyszer, az tök jó, lesz egy Wither sztárunk, de hogy ettől függetlenül az azt jelenti, hogy, tehát, hogy ettől függetlenül még többször is le kell győzni, sajnos, a későbbiekben. Ha megmarad a mentés, és nem halunk meg a fenében. Jól nézzük meg azért a házat, most már ez elkészült szépen, ki lett dekorálva, stb. Jól nézzük meg, mert lehet, hogy elveszítjük aztán. Ah, nagyon szép, nem akarlak téged utoljára látni. Pedig többször is meg kéne lenni, mint mondtam, és hát a szívás egy kicsit az lehet, hogy az ember egyszer megöli, akár esetleg sikeresen, akkor a másiknál hajlamos elkényelmesen, ez sikerült, és a másik az ugyanúgy kinyírhatja, vagy a harmadik Wither az ugyanúgy kinyírhatja, és Wither Starban elég sok kell. Úgyhogy na, megvagyunk, akkor én azt hiszem, megvagyunk a cuccokkal. Let's go! Milyen jó, milyen érzés belegondolni, hogy ilyen sok ember a videóidat nézve nő fel. Bele se gondoltam addig, ameddig az osztálytársammal beszélve nem jött szóba. Gimnázium végén járunk. És a Wingcraftos időkön nőttünk fel, micsoda nosztalgia az nekünk. Tehát úrva, hát igen, komoly egyébként, meg az is, hogy ilyen nagy réteg elér a videóinkhoz, engem az mindig meglep, hogy egészen a fiataloktól a meglepően idősekig is képesek élvezni, tehát tök jó. Hát nem is tudjuk ezt korokhoz kötni igazából, ezt az egész videónézési per videójáték dolgokat, mert hogy igazából annyira nem, tehát hogy annyira nem olyan játékokkal játszunk, én sem, meg szerintem a többiek Csabi, Andi nevében is beszélhetek, amik nincsenek tulajdonképpen korhoz kötve. Szóval nagyon örülünk neki, igazából minden korosztályból nézőknek. Jó, mondjuk a nagyon fiatalok általában sokszor sok fejtörést szoktak okozni, tehát nem véletlen van azért a YouTube-on is ez a 13 éves korhatár, de ezt leszámítva egyébként mi teljesen ki vagyunk békülve ezekkel a dolgokkal, és hát maga a Minecraft is az egy eléggé sok korosztálynak szóló játék is, meg szerintem a stílusunk is nagyon sok korosztály tud megfogni, ami tök érdekes, mint mondtam, amikor elkezdtük a videózást, egyáltalán nem volt ez így tervben, hogy akkor itt most olyan sokakhoz szóljunk, sőt, hát igazából magamnak készítettem a videókat, egyszerűen érdekeltek a témák, láttam, hogy fórumon megosztják ugye az emberek ezek a kis Redstone-os, command blokkos, hát akkor még csak Redstone-os szerkezeteiket. Wow. Úgyhogy úgy gondoltam, hogy én is kipróbálom magamat benne, szerintem most meg már itt vagyunk, a Wither-tölünk. Pajzsot, még lehet, hogy egyszer visszamegyek, mert többen írtak most a pajzsot, hogy azt érdemes. De hogyha ez a Wither zombi, vagy mi, zombi pigmen itt idejön és megütöm, és rám hívja a csordát, már mindjárt kinyírom. Hát mindjárt ki fogom nyifantani. Na, Andi visszahoz, ó, hát jönnek itt még, hát nagyon megtetszett nekik ez a lépcső, amit itt építettem. Te jó ég. Visszamegyünk egy pajzsért, jó? A tejet az azért nem szeretném, mert az nem elviszi a pozitív effekteket is. És én rajtam lesz egy csomó pozitív effekt, hát a regeneráció erőpoti az nem szeretem, hogy elmenjem. Vigyek kenyeret, bort, az! Jó játékot, ne hallj meg! Köszönöm szépen, Gergő, neked ismételtem. Wither kivégző rendszer. Olyat is tudom, lehet építeni, bár nem tudom, hogy... Végülista lehet vanillában is, de azt tudom, hogy modpackekben, például a Sky Factory-ben és Sirius-szal pont volt egy ilyen Wither kivégző rendszerünk, és az automatikusan idézte és ölte is. Hát de modpackekben kicsit más, ugye ez egészen... Egészen más alapokon működik, és sok mindent lehet kihozni belőlük. Sokkal több mindent, mint vanillában. Itt van ez a pajzs. Pajzsra lehet enchantot tenni? Soha az életben nem tettem még pajzsra enchantot. Lehet? Hát... Minden most nincsen se szintem, se olyan enchanting bukom, úgyhogy nem szenvedek vele. Lényeg az, hogy itt legyen nálam, és majd, hogyha ott vagyunk, akkor ne felejtsetek el szólni, hogy vegyem is a kezembe, mert alapból a fákják vannak.
Nagyon sok kenyeret, please. Hát kenyér, kajából van bőven, tehát most... Na jó, azt hiszem kénytelen leszünk összeveszni az itteni helylakókkal. Na hát, kiszavaz arra, hogy seggeljem el ezeket itt egy pillanatokon belül. Tehát, hogy így csapjak rá egyet. Ajaj, ezek jönnek minden oldalról. Jó, én nem tudok velük mit csinálni, valamiért mániájuk azt, hogy fel... Ilyet én még nem is láttam. Valamiért mániájuk azt, hogy felmenjenek oda a Nether tetőre. Úgyhogy, hát bocsi emberek, de most összeveszünk velük, jó? Most elégeltem meg a fejüket. Egy kis bemelegítő harc. Nem sebeztek annyira a durvásokat. Jó, mondjuk ilyen armorokkal azért durva is lett volna. Jönnek még? Jönnek hát. Halljátok? Wow! Ugrálnak le ránk. Hát ez szuper. Jön egy egész csapat. Nos, hát veletek majd fogunk szórakozni később, nem most. Kiírtjuk az egész bázist. Ezek annak Blaze? Ja, nem, csak egy kart. Nem volt, mint hogy egy Blaze rodot dobott volna, nem? Na jó, megyünk fel, folytatjuk tovább utunkat. Most már egy retkes zombi pigment se szeretnék látni, hogy bejön elném. Inkább ne bánsd ők. Hát most már mindegy, mert összevesztem velük. Ilyenek ezek, látjátok, ezek a helyi lakók. Megfogtuk, kitortuk őket az otthonokból, pedig még is passzívak voltak. Na majd a következő update-ben máshogy fognak egy picivel működni. Ott elég lesz csak a ládájukat kinyitni, elméletileg, és akkor már jönnek, azt támadnak. Amúgy a Minecraftos időkre visszatérve ott tényleg nagyon sok olyan nézőm volt, tehát a Minecraft az egy nagyon értelmesen kitalált szerver volt, és azt figyeltem meg, hogy akik abban az időben csatlakoztak be a csatorna nézésébe, ők szintén nagyon-nagyon értelmes, nagyon-nagyon jó fejnézők. Mind a mai napig, akik fenn vannak a Minecraftnak a szerverén, játszanak, és viszik tovább a guildet, és építik, és diplomáciai szövetkezéseket csinálnak, esetleg más emberekkel, nem tudom, tehát más nemzetiségű gildekkel, tehát mit tudom, angol, német, nagyon sok fajta ember játszik, nagyon sokféle országból jöttek oda játszani erre a szerverre. Na hát ők nagyon-nagyon jól csinálják, nagyon okosan a dolgokat, és minden elismerésem nekik, és örülök neki, hogy egy csomó ilyen jó fejtehetséges néző becsatlakozott ez időszakban a csatornába. Például amikor a Wingcraftot toltuk, meg minden egyéb, szóval ez így tök jó. Nekem is vannak ilyen nosztalgikus időszakaim, tehát amikor mondjuk a Sproutra, a Rigrofra, meg a Wingcraftra gondolok, akkor az nekem is ilyen nagyon nosztalgikus érzés. Nos, viszont most akkor gondoljunk, hogy hát kicsit foglalkozunk itt ezzel a lényeggel, és kéne keresni egy olyan pontot, ami a lehető legközelebb van a bedrocknak a tetejéhez, és viszonylag egybe vannak... Még kicsit ások. Viszonylag egybe vannak ilyen a blokkok. Letesszük itt az obszidient. Oké. Okay. Kb. Legyen egy ilyen, tehát pont beférjen egy játékos, a videó az ugye egy fokkal magasabb. Oké, és akkor ezt itt éppenséggel még akár egy kicsit így ki is építhetném, nem? Na hát akkor ide jön középre, és elvileg pont ott fog megidézni, ugyanis ezt így eltöltve is lehet építeni. De pont ott fog megidéződni az a videó, ahol a kezdő blokkja van, valószínűleg ez. Na most ez azt jelenti, hogy itt lesz középen a videó, remélhetőleg beleszorul a feje ebbe. De ezt nem garantálom, lehet, hogy elszabadul, mint a pokol, és akkor na, majd meglátjuk, mi lesz belőle. Ez nekem még új, de tudom, hogy van itt egy ilyen egyszerűbb módszer is arra, hogy legyírkoljuk. Nos, én azt mondom akkor, hogy vegyünk egy mély levegőt, készüljünk fel lelkileg, és próbáljunk akkor nekiállni. Hol a support creeper? Úristen, jaj ne! Csak nem egy olyan raiddel jöttetek, hogy hol a support creeper. Kedves Andi nézők, hát tessék, hol a support creeper raidet küldött nekünk, Andi? Hát ebben a sorozatban nincsen még. Jaj Istenem, nagyon parázok, nagyon először is. Nem akarom elveszteni ezt a Survivor-t, ezt a hardcore-t, hát annyi minden sikerült összehozzuk már. Láttátok a házat, láttátok a farmokat, a ház környéki dolgokat. Háj, de szomorú lenne, hogyha ez itt most el lenne mégis veszítve. Na, megittük a potikat, most már nincs vissza út. Jó. Oké. Okay. Na, let's go. Ez gyors volt? nem tudom, mi lehet a problémája. Nem szeretném, lehet, hogy túl közel vannak ezek a bedrockok hozzá, az még mondjuk lehetséges. Lehet döntve is megépíteni, ebben egészen biztos vagyok. Tehát eddig működött döntve megépítve a videót. Na, bakker. Ó, jaj. Oh,
Na most vajon beszorult-e vagy sem? Úristen, hát ez bontja sajnos a... Ez bontja! Ez bontja még az obszidiánt is. De nagyon jó helyen van, nagyon-nagyon jó helyen van. Ahhoz képest, amilyen rosszat számítottam. Yes! Oké. Okay. Au. És... Yes! Hú, mehet az a GG. Kb. Egyszer talált el egész boss fight alatt. Értem már, miért szokták megidézni ide a pokolba. Nagyon-nagyon jót tesz neki az, hogy a bedrockba be van ragadva. De az viszont határozottan kellemetlen volt, hogy nem nagyon lehet őt bezárni sehogy. Az obszidiánt úgy kiüti, mint hogyha föld lenne. Pedig az obszidiánt sem ütötte szerintem régebben ki. Úgyhogy valószínűleg valami update volt itt. Nem? Nekem ez nagyon úgy tűnik, mint hogyha valami fura update-ot behoztak volna direkt arra, hogy őt hogyan lehet nem beszorítani. Mert ez így tök jó, meg minden, csak látjátok, hogy a beszorítós módszer az nem működik. Legalább ez is egy egyszerű módszer, de nem elég egyszerű. Most lemegyek és most szíjjel fognak szenni engem a zombi pigmenek, hirtelen nem múltkor felbosszantottam őket. Na mindegy, mehet ez a nagy GG a chatben, most már abszolút mértékben. Hello! Ó, de szép, minden ilyen piros. Elfelejtettetek, hogy mutatok, kinyírtam a társaitokat? Na, megvan a vidőrszárunk. Most már csak rengeteg nyersanyag kell, hogyha ebbe egy beacont szeretnénk építeni, de meg fogunk építeni, csak első utunk az az, hogy lemegyünk a bányába. És még mindig visszajöttünk, élve visszajöttünk emberek. Nézzétek meg, itt a házunk, és nem spectatorbe kellett visszajönni. Na hát ez mégiscsak valami. A megépítése az hosszabb ideig volt, tartott, mint maga a legyőzése. De nem baj, hardcore-ba még mindig azt mondom, inkább legyen túlparázva, mint sem alul értékelve a vidőrharc. Mert egy esélyünk van, nem győzöm eleget hangsúlyozni, egyetlen egy esélyünk van. Köszönöm szépen a csillagokat, meg a csícsiket, nagyon-nagyon jó fej, kedves tőletek. Na viszont, megyünk még, és tudjátok mit, megpróbáljuk ebben a streamben még egyszer megidézni és megölhetni. Megpróbálva nem elbízni magamat. Tehát akkor a menetrend az az, hogy akik itt vannak, azok most abszolút mértékben vidör gyilkolást fognak látni. Ugyanis felteszem akkor ezt az egész streamet arra, hogy vidör bosszokat gyilkolásszunk és ő meg és nether szárokat szerezzünk. El kell mennem még a pokolba hozni még 3 darab fejet. És utána pedig még stream végén, közepén, attól függően, hogy mikor lesz meg, megpróbáljuk teljes mértékben kinyitfantani még egyszer. Hasonló taktikával, de valószínűleg akkor hanyagolva ezt az egész beszorítást, jó? Hanyagol, nem lehet beszorítani a videó. Nem ezzel a taktikával. Méhekkel, meg iron golemekkel, meg tököm tudja, biztos vannak ilyen jó módszerek arra, hogy még egyszerűbben kinyitfantsuk a este szörnyet, de maradjunk akkor inkább ennél a nedörtetős beszorításnál. Aztán tudom egyébként, hogy vannak akik úgy csinálják, hogy a simán a felszínen idézik meg, hiszen alapból ennek a felszínen kéne, hogy megidézzük, vagy hát nem kell, de hogy értitek, hogyha az ember már valahol megépít egy ilyen szobrod, és valahol egy ilyen boss fightot akar úgy, hogy egyenlő előnyekkel rendelkezzen a vidőr is, meg mi is. Már nem tudom, miért akarunk olyat, hogy egyenlő előnyök a vidőrnek. Itt sem vagyunk teljes mértékben kiegyensúlyozva. De ha mégis egyenlő előnyöket szeretnénk csinálni, akkor azt a felszínen építeném meg, akkor az viszont, én nem is tudom, hogy az ki csinál és hogy csinál, mert egyszerűen, amikor legyőztem a videót még régebben simán Survivor-ben, akkor természetesen, és multiban, akkor természetesen a felszínen idéztük meg, és akkor ott szállt, és mit tudom én, de gondoljatok bele, akkor mindent szétpusztít, akkor lyukakat ás mindenhová, hová robbant, akkor simán célba veheti a malacokat, az állatokat, tehát így a haszonállatokat mindenhol, akkor lerombolhatja a házat, akkor hogyha megöl esetleg, akkor újraéledéskor azonnal kinyitfant, simán elszállhat, megölheti a falusiakat. Tehát gondoljátok bele, ide megidéz egy videót, na én akkor most bosszolok egy kicsit, stb. Hát az kb. Lehet, 26 sírkepus, nagyon jól termel. Akkor az kb. Így egy fél mentés elpusztításával jár. Tehát, hogy az így elég komoly. Ezt közben leállítom, és akkor mi átveszünk az XP farmot belőle, sőt, igazából már most akkor meg lehetne nézni. Na, aki még új néző és még nem látta, ez itt az XP farmunk, ami ilyen kaktuszok égetésével zajlik. És így az ember leállítja, és akkor ilyenkor nem mennek le a lootok oda lentre, hanem megmaradnak itt, akkor az összes eddig elkészített kaktuszért át tudjuk venni az XP-t, és látjátok, már is rögtön 23-as szintűek vagyunk. Egyébként így gyűlnek lent. Jó sok kaktusz. Na megvan akkor a netőrosztálunk, és akkor mi kellett még hozzá, hogy ebből egy beacont csináljunk? Szerintem üveg, meg obszidian, azért is vendem le.
És akkor nézzük, hogy hogyan készül ez a dolog. Ez egy új recept, ugye, tessék. Beacon. Na, megvan a baconünk. Ismételten egy csí-csí. 480 néző. Wow, Domi, hát ez... Ez nekem is úgy, és örülök, nem látom, hogy real time-ban, hogy most hányan vagytok itt, de nagyon komoly, örülök neki. Hát legalább nem maradtatok le. És remélhetőleg a következő videóra hasznos sem fogtok akkor lemaradni, mert mondtam, akkor én most már rögtön ugrok is át a Netherbe. Nem nagyon mászkálok itt többet fent, hanem megvan akkor ez a beacon, ezt majd felhasználjuk, és utána pedig it's time, hogy szerezünk még 3 koponyát. Van egy looting 3-as kardom, ezzel elvileg annyira talán nem lesz nagy macera. Igen, egyébként már biztos előbb is megfigyelhettétek, de kicsit megpróbáltam ezt is kidesignolni a Nether portálon környékét, hogy ne nagyon lehessen rálátni a Monster Trap-ra, így tök jó, így annyira nem feltűnő, hogy amúgy ott van egy nagy cobblestone szírszar mögötte. Na és akkor szerintem talán nem haragszanak ránk, továbbra sem, zombi pigmenek. Hello, hello, visszajöttünk, és újra vidörözni szeretnék, csak most először vidörözni, skeletonozni. Először megnézem a farmon, hogy termettek-e, vagy hát nem is farm, ez inkább csak ilyen platformszerűség. És aztán elmenjünk a távolabbiba, ahol biztosan lesznek. Hello? Itt nem látok, pedig nézzétek, milyen nagy területet kisimítottunk. Olyan szép. Szép sima. De sajnos látjátok, hogy... Nem elég. Nem elég még ez sem ahhoz, hogy spawnoljanak. Leugrunk a fenébe, halál. Tessék. Ennél tudom, hogy építenék jobb lejáratot is, és fogok is. Majd. Lehet, hogy csak streamek között, hogy ne ezzel utassalak titeket, de... Hogy minden egyes alkalommal azzal jutok le ez a hely, hogy lepocsanok, letocsanok így a szélére, és elveszem a féletemet, ez nincs rendben. Ennél most már tudunk jobbat is. Csak lehet, hogy pont ezt a helyet annyira nem szoktam túl gyakran használni, pedig kéne, de nem szoktam túl gyakran. Viszont, hogyha a vidör szkeletonokat, fejeket szeretnék farmolni, akkor mondjuk erre jó. Továbbra is vannak ezek a taktikák, amiket írtatok mindig, hogy lehetne mondjuk ilyen charged creeperre felrobbantani a vidör szkeletonokat, akkor garantáltan odaadnák a fejüket, meg ilyesmi. Én most megpróbálom anélkül, mert nagyon-nagyon nehéz olyan farmot összehozni. Hát, ha ezzel a looting 3-mal is beadnak nekünk, szurkoljatok. Hát, ez nem adott. Nem baj, nagy ez még ez a fortress. Remélhetőleg fog még adni. Jaj, Lina, pont most jöttél vissza, szia, miről maradtam le? Jaj, pont most győztük le a videót. De lehet, hogy még akkor ebben a streamben megpróbálkozunk még egyszer vele, jó? És akkor legalább 2 beaconünk lesz. Ez olyan, hogy ebből sosem elég. Tehát, hogyha lehetne, akkor én ilyen beaconnel tapétáznám ki a falat. Mert hát, ahol megépítjük, annyiféle power up-ot, boostot tudunk belőlük simán szerezni. És ugye van egy gyors bányászós taktika, hogyha az ember nagyon bele akar lendülni, és az szerint úgy megy, hogy megépít egy beacont lent rá, de úgy, hogy így rengeteg vas, rengeteg emerald, gyémánt, mindent beleáldoz, és addig, ameddig a beacon hatása tart, addig ilyen gyors bányászatban körbees a maga alatt a területeket. Hello, erre vagyok, ez kicsit érdekes elmélyű skeleton, nem adott sajnos koponyát. Szóval igen, van ez egy gyors bányászás taktika, ehhez ugye beaconokat szoktak használni, megépítik lent a bánya aljába, és rendkívül gyors, ilyen efficiency 5-ös pikekszel áskálódnak a végtelenbe és tovább. Szóval ez egy hasznos dolog, ehhez is jó például. De sok minden máshoz is jó még ez a beacon. Ezért mondom, minél többet szerzünk belőle, annál jobb. Ez a nether, ez nagy érték. Lesz még egy, hogy összehozzuk a fejeket, igen, tehát aki még esetleg most érkezett, az... annak mondom, hogy lesz még egy ilyen harc. Viszont ezen a részen nem spawnol, úgy látom több. Aztán... csak feldobjak egy témát, ameddig is ezeket farmolásszuk. Mert köszönöm szépen, küldtétek egy csillagot, nem mutatott semmivel, köszönöm szépen Benetnek, de azért ez mégiscsak egy chillesebb dolog ez a videoszkeleton farmás. Ilyet csak gondoltam fogok mondani, mert hogy amúgy itt rengeteg mob próbál folyamatosan kinyifantani, de azért mégiscsak chillesebb, mint maga a boss harc. Szóval addig is feldobva egy témát, képzeljétek, pont ma vettünk fel Perky Peröttel egy videót. Méghozzá egy építős challenge-et, nem is tudom, inkább ilyen kis, memória játékszerű dolgot. Nem tudom, hogy ismeritek-e, de már többet posztoltunk róla, szóval tök jó, hogy vannak ilyen
frissebb, újabb videósok, akik mondjuk nem egy ilyen clickbaitesebb vonalon indulnak el, hanem a Minecraftnak is a kreatív részével akarnak mondjuk egy csatornát felfuttatni, vagyis hát alkotni ilyesmi, és tökre szimpatikus volt ez a dolog, úgyhogy úgy gondoltuk, hogy szívesen elfogadjuk a felkérését, és csatlakozunk hozzá egy ilyen kis építő contestbe, ami leginkább abból lehet, hogy ő megépítette egy épületet, és akkor ezt mi pedig időre vissza kellett építenünk, a lehető legjobban visszaadva az eredeti farmert. Nagyon imádom az összes olyan kihívást, olyan challenge-t, ami nem értelmetlen csapkodásból áll, hanem van valamilyen kreatívabb része is a dolgoknak. Na nézzétek, oh yes, mi van itt? Szóval ezért fogadtam el ezt a challenge-et, javaslom, ha majd tudjátok, ez valószínűleg hónap után, valamikor fel lesz a csatornáját, csekkoljátok le! Ennél többet nem is akarok mondani, többi részére kíváncsiak vagytok, akkor nyugodtan csekkoljátok le a csatornáján. Na hát akkor most már csak egy kell, és aztán újabb Wither boss fight. Igen, ezért nem szabad a szénén harcolni feltétlenül. Hello, jössz még rám? Aj, le fog ütni megint az idióta fejével. Hello, elfelejtettél útközben? Mi a fele? Elfelejtett útközben. De miért a szélén táncoltak? Mondjátok már meg, mi ez a fétis nálatok? A vizéknek a szélén, ez kicsit hihetetlen. Na. Ez így gyorsan meg lesz, remélhetőleg igen. Most már kettő van, egy kéne. Meg az is lehet, akár hatot is össze kéne szedni, és akkor kétszer is neki megyünk. Hát majd ahogy adja. Ahogy adja. Azért az olyan, hogy tudjátok, hogy valamikor egyszerre beadt kettőt, hármat. És hogyha az embernek bal szerencséje van, akkor lehet, hogy fél óráig meg semmit. És ahogy ismerjük ezt a hardcore sorozatot, most azoknak mondom, akik nem sűrűn vannak itt, mert látom, hogy sok olyan új néző van. Na ez a, ebben a hardcore-ban a lehető legbal szerencsésebb dolgok szoktak velem történni, de úgy viccen kívül. Úgyhogy meg vagyok elégedve egyelőre ezzel a harccal, bár most is érdekesen kezdődött ez a megépítés része. Na megvan, tessék! Hány? Három, ez az, yes! Király emberek, király! Szóval most kifejezetten szerencsés jöttek össze a dolgok, de mint mondtam, nagyon bal szerencsések szoktam lenni ebben a hardcore-ban, akár csak a dolgoknak a megtalálásával, akár csak a farmoknak a kialakításával, akár így az ércszerzéssel. Tudjátok, amikor egy gyémántot találunk, és általában 3-4 szokott egymás mellett spawnolni, és nekem sorra egy gyémántot ad be. Szóval igen, ezek olyan dolgok, amik így, what? Mennyi erre az esély, mégis meg bejön nálam. De most ezek kifejezetten jól jöttek össze, hogy megyünk és megöljük még egyszer. Egy pár potit még azért a felszínről szedek magamhoz, és aztán újabb Wither boss fight, remélhetőleg hasonló sikerre. Most tudjátok, most meg így elszabadulna. Jaj, de nagyon kellemetlen lenne az viszont. És így szétrobbangatna mindent. Igazából obszidiánból kéne megcsinálni azt a talajrészt, ahonnan nem szednék leesni, mert nagy előnye ez, hogy a Wither skeleton... Hát ez mit spawnolnak ezek ide az arcomba? Nagy előnye ez, hogy a Wither skeleton, vagyis a Wither boss, az bespawnol. Hát ez nem adott castilt. Az bespawnol így a bedrockokhoz, és beragad a bedrockokba, és így könnyebb őt lövöldözni. Viszont nagy hátrány, hogy maga ez a netherrack, ami most éppen megyek felfelé, ez egy nagyon puha, vagy nem tudom, egy ilyen könnyen törhető anyag. És így egy lövéssel olyan ködröket képes ásni alattam, ahonnan én ki nem jövök, ki nem tápászkodok. Ráadásul, ami még megint csak kellemetlen így a netherös boss harcban, hogy a netherrackok között az ilyen falfelületekben, nagy-nagy falfelületekben így elszórva egy-egy csepp láva, egy-egy blokknyi láva azért be van így ékelve ezekben a területekben. Tehát hogyha esetleg belök engem valahová, és ráadásul pont egy olyan helyen rombolja ki alattam a talajt, ami tele van lávával, mert petyemre pont oda generálódott egy láva, hát akkor az ilyen külön, tehát ilyen dupla szivatás, és simán megtörténhet. Na mindegy. Hát bízunk benne, hogy nem ez lesz, meg hát ezért is viszek Fire Resistance spotit, hát mindenre gondoljuk, mondom, ismételten, inkább biztosítsuk túl magunkat, mint sem kevésbé. Egy teljes mentés. Élete múlik most ezen. Elég sok minden. Több mint 10 rész. Úgyhogy, ja. Legyünk is csak túl biztosítva rendesen. Ez nem kell, ez nem kell. Blaze Rod. Abból is már rengeteg van. Wither Skeleton. Erő legyen velem. Az erő legyen velem, tehát erőpoti az jöjjön. Regeneráció is. Ki látta az új Star Wars-t? Bár tudom, hogy már volt témázgatás erről, de
Ettől függetlenül, akik újjék, azok megírhatják. Hogy menjen a pépe ez az ajtó? Oké, okay, és ne csak erő legyen velem, hanem Night Vision is, és a Fire Resistance is. Most gondolj bele, ezt mondták volna. Fiam, a Night Vision legyen veled. Szóval, ja, ja, rengeteg, rengeteg csont, de a Skull is meg, elhasználjuk Bombinnek. Nos, viszont akkor felkészültünk még egyre. Hát felkészültünk szerintem. Ez lesz, ez lesz, ez lesz. Alszok egyet. Mentünk, tudjátok, mentünk. A spawn pontot esetleg újra élennék. Hát, de rohadtul nem fogok. Na mindegy, innen éledjek, ha mégis. Wuthering Heights, az volt az achievementünknek a neve. Az előzőnél, hogy legyőztük. Oké, és pajzs, mert talán mégis, nem tudom, hát ha kell. Ja. Osz, let's go! A... majdnem megint gyémántot mondtam. Szóval az arany almát viszont el ne felejtsük használni, ha esetleg nagy gác van. Első alkalommal Barbarának nagyon szépen köszönöm a csillagokat. Vagy Vikit szoktál inkább használni? Mindenesetre köszönöm szépen neked. Örülök, hogy benéztél. Igen, amúgy igazából ilyen címet, vagy ilyen achievementet kéne neki adni, amit most írtatok, hogy Wither Terminator. Termináltuk a Wither bossot. Párommal hétfőn megyünk a Star Wars-ra, de kicsit félek, mert mindkét bátyám csak rosszat mondott a filmről. Én is nagyon féltem tőle. Hú, én is, de még mennyire féltem tőle. De... sőt, mitől úgy álltam hozzá, Dávid szokott mindig ezzel hasonlítani, de most már én is el szoktam mondani, hogy előkerül a Star Wars. Hogy úgy voltál vele, mint egy jó szurival. Hogy... hát nem jó, nem jó, de túl kell lenni rajta, mert mégiscsak Star Wars meg kell nézni. Na, és... nagyon-nagyon pozitívat csalódtam ennek ellenére, szóval nagyon jó volt a film, tetszett. Hát... let's do this. Akkor újra. Itt nem volt az múltkor megépítve. Hát, hogy ti mindig itt vagytok. Jó, elzárjuk egy picit. És kinyifantom ezt a társukat. Nem akarom, hogy te is rám jöjjél, azt még ugrándozzál rajtam, vagy mi. Absorption potit nem lehet készíteni? Az tök jó lenne. Vagy csak a, az csak a, az ilyen szívek adják be, vagy valami ilyesmi. Nos, akkor Fire Resistance 8 perc. Night Vision 8 perc. Netherrack esetleg még jól jöhet. Skeleton fejek. Oké. Okay. Na, felvonás, Wither Boss, felvonás 2. Regeneráció. Erő. Oké. Okay. Oké. Okay. Yes! Nagyon jó helyen van, újra beszorult oda, imádom! Hát hogy lehet ennyire jól összeépíteni? Jó, nem a legjobb beszorulós módszer, tehát ennél ilyet még nem láttam egy videóba sem az interneten. Nem tudom, hogy valaki győzte már így le, de... de én abszolút elégedett vagyok, amilyen helyre ez beszorult itt most. És akkor van nálam az erőpoti... igen. Aha. Pajzson! Á, rossz ütembe használom a pajzson, de nem baj. Ettől függetlenül legyapjuk. Yes! Hú, megvan! GG, ismételten. Na, nem gondoltam, hogy kétszer is le fogjuk győzni, és még csak alig kezdtük el a streamet, emberek. Tehát, hogy itt még... hát ezekből már lehetne craftolni. Na most viszont... megadom nektek a lehetőséget. Eldöntsétek. Inkább craftolunk ezekből a megszerzett nyersanyagokból, vagy inkább megszerzünk még egy harmadik Wither Star-t is. Tehát neki megyünk-e még egyszer akkor annak a Withernek. Ez most akkor tőletek függ, jó? Ó, te jó ég. Ja, oké, okay, meg vagyok. Azt hiszem, pillanatra nagyon lesebződtem a Wither effekt miatt, de nem. A regeneráció az pont annyit, amennyit a Wither effekt levesz, annyit töltött vissza.
Csak tudjátok, hogy ilyenkor befeketíti a szíveket, és nem, tehát nehezen lehet látni, hogy most akkor ez most megvan, vagy ott most pont hiányzik a szívem, és volt, amikor már haltam meg, úgyhogy azt hittem fullos az életem. Csak a vidar effekt miatt, ugye mivel mindegyik fekete volt, kitűnt, hogy igazából semmi. És akkor így... Legyen még egy, legyen egy harmadik vidar? Vidőrúzsát nem akarok ezt szerezni, az akkor van, hogyha megöl valamilyen állatot? Ugye? Valami ilyesmi. De legyen, akkor legyen a vidőrúzsa cél, ez jó ötlet emberek. Akkor felviszünk egy disznót mondjuk, az jó? 2-3 disznót? Indít szavazást, mint a live előtt. De azt nem biztos, hogy tudni fogom. Mert ahhoz nekem itt most nagyon ki kell lépnem, és az a helyzet, hogy közben én így a chatre ránézem most, amiket írtak abból, nagyjából le tudom szűrni. Nem rossz ötlet, de nagyjából le tudom szűrni, hogy mi lesz, vagy mi legyen akkor a következő projektünk. Legyen akkor ez a vidőrózsa. Na most akkor elsősorban még mert disznókat vezetnék a Nethernek a tetejére, hogy megölje őt a vidőr. Ugye az azt hiszem akkor, hogyha ártatlan élőlényeket ölöget meg. Akkor kapunk egy rózsát, amit csak úgy lehet megszerezni, egy ilyen fekete rózsát, és az azt hiszem olyan, hogy ha belelépek, akkor sebez. És nem csak engem sebez, hanem az összes többi állatot is. Szóval, még mindig milyen szép pirosan ez a Nether. Szóval, kéne esetleg ez a rózsa, hogyha mondjuk farmokat szeretnénk, vagy ilyesmiket szeretnék csinálni. Úgyhogy, ja, miért ne? Nem akarok megcsapni zombie pigment, please. Na, hát egyébként nem lenne ennyire simple még így sem ez a harc, hogyha basic cuccaink lennének, de mivel szerencsére előtte gondoltunk az XP farmra, meg szerencsére gondoltunk a villager farmra, ami villagereket szűr, ezeknek a segítségével így azért gyorsabban le lehet csapkodni, el lehet kenni a száját. Sőt, hát ugye a potikat is megcsináltuk, de azt szerintem alap, azt szerintem mindenki csinál. Amikor viderezésre kerül a sor. Mondtam már, hogy kéne ide egy jobb lejárót csinálni. Lusta vagyok. Megcsináljuk majd. Menjek vissza arra a másik helyre, ott putkod, nagyon gyorsan bedobálták a dolgokat. De mindenki is köszönöm szépen a csillagokat. Itt egy csillag hullás van ma. Ha a videós az akkor spawnol, ha a föld fölött idézed meg. Föld fölött idézem meg. Akkor, már még egyszer, akkor leszpannol a vidőr a földblokkra egy rúzsát, vagy rúzsákat. Tényleg? Igen, plusz az ártatlan állat annál nagyobb eséllyel dob például a tehén. Ja, hogyha minél nagyobb, akkor annál nagyobb eséllyel is dob, vagy például egy tehén az nagyobb valószínűséggel dob vidőrúzsát, mint egy disznó. Na jó, most egy kicsit itt össze vannak kavarodva az infók így a videórózsák tekintetében, mindesetre nem vagy, ha tudjátok, akkor azért írjátok meg pontosan. Na ez még nekem újdonság, tehát ilyennel még nem volt dolgom. Viszont van egy csomó videóskeleton. Hello! Nehezen reagáltak, vagy itt vagyok amúgy mellettük. Ez nem tudom, mit dobott. Hát nem fejet. Videórózsa. Nem. Ne, azért nem ennyire szimpül. Ez jó is lenne, igen. Tehát így, mit tudom én, mint amikor a sárkánynak a leheletét, vagy mit, köpetét begyűjtjük. Na, lehetne ilyen is, hogy akkor a rózsát adunk a vidőrnek, és akkor lesz belőle, csinál nekünk videórózsát. De nem így működik, hanem akkor, hogyha valakit megölünk, vagy valamit megölünk, vagy valami ilyesmi. Hát, ezek most nem adtak, pedig volt egy csomó. I have a vidőr, I have a rózsa. Ah, vidőr rózsa. Jaj, de rég hallottam ezt a mémet. És jaj, de jó is volt, hogy ilyen rég hallottam. Nem is tudom, hogy emlékeztek még rá. Ez tipikus ilyen egyéves. Mint a fidget spinner, azt is csak egy éven keresztül pörgették az emberek, aztán már egy pillanatokon belül elfelejtették. Miért mindig csak S betűvel kezdődő játékokat játszasz? Subnautica, Sprout, Stardew Valley, Stranded Deep, stb. Hát látod, nem tudom. Van egy ilyen mániám az esbetűsökkel. Ha megláttok egy esbetűs játékot, valahol, bárhol, akkor számíthatok bele a végjátszásra. És azon gondolkozok, hogy van-e valami nagyon hülye nervű esbetűs játék, valami tényleg valami igazán elcseszett, amivel soha nem akarnék játszani, és mégis esbetűvel kezdődik.
Amúgy eddig tetszettek az esbetűs játékok. Igen, amúgy én ez alapján választom ki igen a játékokat. Ami esbetűs, az jöhet, az csúszhat. De azért vannak kivételek is, például a Long Dark, de az is csak azért, hogy erősítse a szabályt, mert tudjátok, a kivétel erősíti a szabályt. Ami egyébként a világ leghülyeségebb dolga, tehát ilyet. Ez a legnagyobb baromság, amit valaha hallottam, de mindegy. Most mi is alkalmazzuk. A kivétel erősíti a szabályt, tehát ezért van a Long Dark. Neked kell lennie kiválasztottnak. Add a fejed. Add a fejed. Ez ennyire hülye volt? Látszatok már ennyire buta skeleton? Ennek inkább nem is kell a feje. Hát ez így lemaradva, hát elkezdte itt ezt megmászni, utána jött, hogy jaj, ez itt van lent. Hát ez hogy lehetett ennyire buta? Na Enderman is, tessék, hogy kerül ide le a pokolba? De előbb megértem, mert ők ilyen időutazók, vagy nem tudom, ilyen téridő ugrók, és mindenhol ott vannak. Benyelte a haszonat. Ott van a fej... Oh, a gasztír. Ott a gasztír lent. De igazából van elegendőm. Hú, de jó, hogy nem ugrottam itt át. Á, hagyjatok már! Kellenek a fejei, vagyis a golyói. Egyiknek a fejét veszünk, másiknak a golyóját. PS4-en egészen máshogy működött eddig a Minecraft. Teljesen másik verzió. Hát nyilván azért, mert ugye a Microsoft-té most már Xboxot részesítik előnyben ezért. PS4-re úgy ilyen csökkentett verzió volt eddig csak elérhető. De most egy elég kedves gesztus volt, ott is megcsinálták azt, újra felhozták elvileg a... Hát ennek a Minecraft-nak a szintjére, ahol most játszunk. Bár mindig nem lesz a különbség a Bedrock Edition, meg a Java Edition között. Tehát a között, amit most játszok, meg a között a Minecraft között, ami mondjuk a Windows 10-re elérhető, vagy mint amit telefonra, meg Xboxra, meg ilyenekre vannak. Mindig lesznek különbségek, de elvileg az a cég, most pont hallottam nemrég egy videóban a Jeptől, hogy ezeket a különbségeket leminimalizálják. Ne nagyon legyen olyan hatalmas nagy változás, tehát tök mindegy, hogy mindenki melyik verzióval játszik, ha Javással, ha Bedrock Edition-nel. Legyen kb. Ugyanolyan. De ez mindig csak kb. Ugyanolyan lesz. Olyan, hogy teljesen ugyanolyan, olyan nem. Mert hát teljesen újraírták, ugye. Az egy Minecraft textúrás valamilyen új játék, ami a Bedrock Edition-re van. Azt nulláról, legalapjaiból, tehát újraírták teljesen a játékot. Mi a bánatos fia? Skeleton. Na hát, hogyha négyből egy sem ad, akkor lefosom a bokámat. Itt most streamben. Élő egyenes adásban. Ajaj, fogynak a lehetőségek. Ajaj. Ááááá! Jó, mégsem. Nem kérhettek ezért számom. Ez sokkal szerencsétlenebb jött össze. Na, most már kezdem érezni azt az igazi szerencsétlenkedést, amit az eddigi hardcore sorozatban éreztünk. Na, örülök neki, kezd visszatérni ez a bal szerencse. Jó van akkor. És ez sem adott, nem baj, ott van egy Enderman lent valahol. Na visszatértünk, pihentettünk titeket, ti voltatok a tészta, amit betettünk a hűtőbe állni, és most itt vagyunk, és most újra szeretném szétszenni a fejeteket. Hát, ha most dobálnak. Ah, és itt van, tessék, megvan a harmadik fejünk. Na, ezért érdemes volt. Éreztem, hogy vissza kell egy kicsit később jönni hozzájuk. Ez ilyen babona, ilyen Minecraft babona. De abszolút van értelme, úgy látszik. Lehet, hogy a robbanástól meg fognak halni, igen, de az baj? Nem elég, hogy a robbanás öli meg őket, csinálja őket videórózsává? Mindegy, majd ezt megnézzük, hát most már nem tudjuk ezt jobban átalakítani. Tehát az a videó, de be van oda szorulva, nem tudom, hogy oda tenni hozzá az élőlényeket. Tehát, értem én az aggodalmatokat, és nekem is van ezzel a módszerrel kapcsolatban, de nem baj, megnézzük. Felkészültetek a harmadik videó boss fightra? Remélhetőleg simán fog menni, mint a többi. Viszont... Nekem a közelébe kell... A videó nem tudja a saját rózsáját felrobbantani? Hogy lehet, hogyha dob is az egyik állat rózsát, akkor a következő lövedék, amit dob a videó, az nem robbantja fel? Na, ez is egy olyan dolog, amit még ki kell próbálni. Well, mi van itt? Kedves állatkák. Menj innen! Nem neked építem! Szóval, itt van akkor a harmadik viterünk. Nek a helye. Megcsináljuk. Nem, mész vissza!
Hogy rohadjál meg, te szar! Jó. Te leszel akkor a backup. És akkor először fire resistance. Mély levegő, természetesen. Ahogy jogáztunk, tudjátok a surrounded deep, hogy hüm, oké. Okay. Meg volt a jogázás. Aj, több malac is van itt, ezt nem bírom. És akkor egy, kettő, három. Regeneráció. Elő. Oké. Hát ha dobott is ott bármit. Szerintem most felrobbantotta. Wither Rose! Megvan! Megvan! 7 darabot is szereztünk! Yes! GG! Yes! Hú, a szerencsére tudta felrabbantani. Hahaj! Yes! Nem akarszok bemenni oda hozzá? Na, nem csak hogy megöltük egyszer a Wither-t ebben a streamben, nem csak hogy megöltük kétszer, de még háromszor is, és még Wither Rose-t is szereztünk, hát ez maga az álom. Ezt nem gondoltam, hogy ezt össze tudjuk hozni még ebben a streamben. Zseniális! Yes! Nagyon-nagyon ráparáztam, nagyon-nagyon féltem tőle, de megvan. Hú, tudjátok milyen gyomorgörcsön volt az első alkalom, amikor indítottuk ezt a streamet? Hogy lehet, hogy itt lesz vége ennek a sorozatnak? Annyira nem szerettem volna, hogyha ennek a hardcore-nak vége van. Olyan sokat haladtam a streamekben is, meg streamek között is. Úgy sajnáltam volna, hogyha ez a ház, meg ez a farm rendszer, minden elveszik. Úgy örülnek, hogy végre meg vagyunk. Hű! Na, és hát ennél szebb zárás viszont akkor nem is lehetett volna ennek a streamnek. Sikerült összehoznunk. Sikerült! És akkor ezt leteszem. Benem még akkor sebez. Aha, Wither effektet tesz rám. Yes, tök jó. És ez nem csak engem sebez, hanem a bókat is. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, akkor elvesztek, mert viszont sehová nem menjen senki, ugyanis megyünk és folytatjuk tovább a Long Dark-ot, úgyhogy szeretnétek még itt van a stream nézésre. Javaslom, hogy csatlakozzatok oda hozzám. Úgyhogy elsősorban köszönök, találkozunk ott. Addig is még minden jót. Sziasztok!